50 évvel akkor mit tegyek? Csendes utcában, ezen a környéken történt a tragédia csütörtökön. Az itt élők a szirénázást hallották, amikor a felgyújtott férfi miatt riasztották a hatóságokat, de a gyilkosságról semmit sem tudtak. Megdöbbentek a tragédián. Az idős pár egyik szomszédja nem állt kameránk elé, de azt mondta, régóta együtt éltek a nyugdíjasok. Ráadásul az asszony fia is náluk lakott. Sem tegnap, sem máskor nem hallott onnan hangos veszekedést. Hogy mi vezetett idáig, egyelőre senki sem tudja. Hallottam a szirénát egész közelről. Mondom, te jó ég, itt valami nagy baj történt. Azt gondoltam, hogy esetleg autó összement, vagy valami, mert azért erre szokott előfordulni baleset, minden, de erre nem gondoltam. A rendőrség a nyomozás kezdeti szakaszában szűkszavúan nyilatkozott a halálesetek kapcsán, mint ahogy a Fejérvár megyei rendőrfőkapitányság szóvivője fogalmazott. Egyelőre keresik az összefüggést a gyilkosság és az öngyilkosság között. Tegnap holtan találtak egy idős asszonyt egy Fekete-hegyi ingatlanban. Az esettel összefüggésben munkatársaim emberülés gyanúja miatt indítottak büntető eljárást. Meg tudja erősíteni a rendőrség, hogy ez az eset összefüggésben hozható azzal, ami tegnap délelőtt történt Székesfehérváron, amikor egy férfi felgyújtotta magát. Elképzelhető-e, hogy ő volt az elkövető? Kollégáim még vizsgálják azt, hogy a két eset között van-e összefüggés. Úgy tudjuk, az asszony holttestére a fia talált rá csütörtök este. A nőt valószínűleg megfojtották.